Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete gyertya mágiával. Ezúttal az arany színű gyertyával dolgozunk. Az utal a jólétre. Ez lehet egy nyeremény is. Azon kívül jelenti a nap energiáját. És ahogy a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz, valamit így fog történni nálad is. Azon kívül jelenti a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között. A videó végén átküldöm ezt az energiát. Évekkel ezelőtt volt nálam egy olyan ihlet, és egy gondolat. Ezt a német nyelvű területen készítettem annak idején ezt a jóslást. Das drei Fragezeichen Orakel, was denkt er, was fühlt er, was wird er tun? Én ezt a magyar nyelvű adásoknál is készítettem a három kérdőjeles jóslás. Mit gondol? Hogy érzi magát? Mit fog tenni? Ez volt a három kérdés. Most ezeket a kérdéseket újra felteszem. Mit gondol? Ezt mutatja itt ez a három lap. Hogy érzi magát? Ez itt látható. Mit fog tenni? Ez itt van alul. És szemben a képek mutatják azt, hogy hat ki rád, és mi történik majd a jövőben. Tehát bepillantunk a jövőbe is. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Az itt felül látható. A könyv jelenthet egy továbbképzést. Itt az utak utalnak az ő döntéseire. Ez a kép megjelenik itt a gondolatában, tehát töpreng azon, hogyan tovább, melyik irányba. De itt még vannak nehézségek, hiszen itt ez a hegy utal a korlátozásokra. Mivel ő elfordul a képektől, az is lehet, hogy jelenleg zárkózott, titokzatos, nem tudja hogyan tovább, nagyon sokat töpreng, és ez a könyv ebben az esetben jelenti az ő titkait, az ő zárkózottságát. Hogy érzi magát? Az itt látható középen elfordul a dolgoktól. Itt ez a torony jelenti azt, hogy fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, vagy vannak nála félelmek, bizonytalanságok, és így érzi fogva magát, keres egy megoldást, keres egy kiutat, amit itt az utak is jelentenek. De jól alakulnak a dolgok, ebben ő bízik, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Itt ez a két kártya jelenthet egy spirituális területet is. Amit a csillagok még közölnek, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Erre vár, mert ő visszahúzódó és várakozó. Mit fog tenni? Itt a madarak jelentik a könnyűséget, tehát javul a helyzet, azon kívül, beszámol ezekről a dolgokról, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. Itt meg lesz nála az életerő. Ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni. A fa utalhat egészségügyi témákra is, és egy vonalban a toronnyal, ez lehet egy kórház is. Lehet, hogy ott dolgozik, és ez a hivatása, akkor ez a medve jelenti a főnökét. És bizonyos dolgokat meg kell itt beszélni. Lehet munkahelyi változás is, hiszen az utak
jelentik a döntéseket, vagy egy új irányt. Hogy hat ez ki rád, vagy mi történik a jövőben? Ez a kártya itt középen jelenti az időt, fél évet. Gondolj vissza arra, mi történt fél évvel ezelőtt. Mert akkor valami átláthatatlan volt, valaki megbántott téged, és itt van a hamisság. Ez lehet egy rossz döntés, negatív gondolatok vagy érzelmek, de lehet egy hamis személy is, hogy valaki téged becsapott, megsértett téged, de most lesznek változások, hiszen itt megjelenik a kasza, és elvág valamit. Elvágja itt ezeket a képeket. Vagy te zársz le bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat. Itt megjelenik a szerencse és a gólyák jelentik a változásokat. Itt ez a kártya április hónapra utal. Áprilistól javul a helyzet, sőt, itt van a kereszt. Az jelenti a hitedet, a bizalmadat. De azt is, amikor a sors utatok kereszteződik, itt lesz egy találkozás. Nála is megjelenik a gondolatában a kártya, az utak. Amit az utak és ez a kereszt még jelent, ezek a döntések. Hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt látható már ez a változás, különösen a szerelmi élet területén, hiszen itt van ez a szív. Azon kívül megjelenik itt a nyilvánosság. Felvállal téged, vagy találkoztok a nyilvánosságon, amit ez a kártya még jelenthet az elismerések. A múltban itt valaki megbántott téged, vagy nem kaptad meg azt az elismerést, amit te megérdemelnél, de itt látható most a változás, a szerencse, a döntések, és ez a park jelenti azt, hogy meg fogod kapni az elismerést. Mások odafigyelnek rád, észrevesznek téged. És ez az arany színű gyertya segít ebben, hiszen jelenti a te kisugárzásodat is, gondolj a nap energiájára. És most átküldöm ezt az energiát. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, hogy hatott ez ki rád. Köszönöm szépen. És csukd be a szemedet. Gondolkodj el azon, mit hogyan szeretnél elérni, de mindig egy témára, ami jelenleg fontos számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!